Bevalljuk, egyáltalán nem reménykedtünk abban, hogy a 2014-ben bejelentett Dead Island 2-t valaha is a kezünkbe kaparintatjuk, az ugyanis a legendás első előzetését követően, amiben egy kaliforniai futó megpróbáltatásait láthattuk, közel egy évtizedig különböző stúdiók között hányódott. Az első rész jelző Techland annak ellenére, hogy a kooperatív zombigyilkolós mókájuk hatalmas siker lett, 5 millió példány ment el belőle bő egy év alatt, a Riptide Al című önálló kiegészítő után nem vállalta tovább a széria gondozását. Így került át a fejlesztés előbb a Jager Developmenthez, akik nem boldogultak a játékkal, amit a kiadó Deep Silver érthető módon nem szeretett volna veszni hagyni, így tovább passzolták azt előbb a Sumo Digital gárdájának, majd végül a korábban a Homefront The Revolution-nál foglalkozó Dambuster Studiosnál kötött ki a projekt. A csapat az alapoktól építette újra a folytatást az Unreal Engine 4 grafikus motor segítségével, igaz, a Dead Island génekhez és az eredeti elképzeléshez, miszerint a játék egy a napfényes Kaliforniában játszódó, nyílt világú kooperatív zombi mészárlás legyen, ragaszkodtak. És azt kell, hogy mondjuk, így bő 8 órányi játékidőt magunk mögött tudva, hogy jól döntöttek. A Dead Island 2-ben megvan a potenciál ahhoz, hogy elvarázsolja még a széria legfanatikusabb rajongóit is. De lássuk, milyen tapasztalatokkal gazdagodtunk a próbakör során. Dead Island 2 látványos nyitánya, ami egy repülőgép szerencsétlenség és a választható túlélők rövid bemutatójának egyvelege, egyértelművé teszi, hogy nem kíván sem hangulatában, sem játékmenetében messzire merészkedni az eredeti recepttől. Az új kaland megőrizte elődje beteg humorát, véres brutalitását, és persze a napsütötte Hollywood is kellemesen idézi fel az első epizód paradicsomi körülmények között zajló trancsírozását. Persze minden tekintetben rádobtak egy lapáttal a Dambuster fejlesztői, illetve számos apró, de fontos újdonsággal turbózták fel a Dead Island 2 játékmenetét, így az egyszerre tűnik nosztalgikusan ismerősnek és kellemesen újszerűnek. Bár a kipróbálható verzió nem tette lehetővé, hogy belevessük magunkat a háromfős kooperatív módba, ami minden bizonnyal a legszórakoztatóbb része lesz majd a játéknak, pár óra után már nem is bántuk ezt annyira, ugyanis a Dambuster egészen érdekes történetet kerekített a Dead Island 2-höz. Persze nem Oscar-díjas drámát, hanem inkább egy véres B-filmet idéz ez az egész, de kellemes meglepetésként ért minket, hogy a végtelenségig karikírozott, ám mégis szimpatikus karakterek, illetve a jól ismert panelekből összerakott, de szórakoztató sztori szegmensek elegendőek voltak ahhoz, hogy az első fegyvernek látszó tárgyat megragadva vidáman vágjunk rendet a zombik között. A már említett repülőgép szerencsétlenséget követően választhatjuk ki a hat túlélő egyikét, akivel kalandra indulhatunk Hell-ben, vagyis a zombi apokalipszis sújtott a Los Angelesben. Meglehetősen színes a társaság, hiszen a Chip and Dale fiútól a rockercseig találhatunk kedvünkre valót, azonban már itt meg kell gondolnunk, hogy kire esik a választásunk, ugyanis a főszereplőink nem csak a háttérsztoriukban, hanem alap és speciális képességeiket tekintve is eltérnek egymástól. Mi első körben Jacobra, a nagyszerű kaszkadőrre tettük le a voksunkat, aki egy kiegyensúlyozott karakter, s bár az állóképessége alapvetően alacsonyabb, cserébe súlyosabb csapásokat osztogat. Később tettünk még egy rövid próbát a Paralimpikon Amy-vel is, akivel tényleg más élmény volt játszani, köszönhetően annak, hogy sokkal fürgében manőverezhetünk vele az élő halottak között, kevésbé fáradékony és gyors tempóban kínálja meg az ellenfeleket az ütéseivel. Mivel azonban kevesebb az életereje és a csapásai sem rombolóak, így nagyon más harcmodort követel meg. Mind a hat karakternek megvannak a maga gyenge pontjai és erősségei, szóval könnyedén találunk a harci stílusunkhoz passzoló alanyt. Döntésünket meghozva hamar kiderül, hogy nem csak immunisak vagyunk az élő halottak harapásaira, de extra képességekre is szert teszünk a vénánkban csörgedező zombi fertőzésnek hála, egyfajta szuperhumánná válva, így persze nem csak a saját, hanem akár az emberiség sorsa is múlhat rajtunk. Miután sikeresen, illetve meglehetősen véres és vicces körülmények között eljutunk egy hisztis hollywoodi színésznő luxus kérójába, meg is érkezünk a játék biztonsági zónájába, ahol egyfelől nyugodt körülmények között kereskedhetünk, illetve fejleszthetjük a felszerelésünket és a képességeinket, másrészt alapvetően innen indulunk majd a különböző küldetésekre is. Ezt pedig nagy kedvel tesszük majd, ugyanis a Dead Island 2 világa egyszerűen csábít a felfedezésre, több okból kifolyólag is. A zöld pázsittal, pálmafákkal, na és persze masszív falakkal körbevett luxus ingatlanok még a zombi apokalipszis idején is nagyon hívogatóak. Mohóan kíváncsi szemmel jártuk körbe a fényűző hajlékokat felfedezve az alaksorban lévő biliárdszalonokat, a pompás hálószobákat, a privát mozitermeket, a feszített víztükrű medencéket és a jobbnál jobb verdákkal megtöltött garázsokat, kicsit beavatás nyerve ezzel a felső tízezer világába. Másrészt egyáltalán nem haszontalan körbejárni a gazdagon berendezett terepet, ugyanis valami elképesztő mennyiségű gyűjtögetni való
nyersanyagot, fegyvert elrajzot, és a felszerelésünk karbantartásához, felfrissítéséhez szükséges pénzt szedhetünk össze, akár a gigantikus házak legkisebb zugaiban is. Igen, nehéz hát megállni, hogy ne kukkantsunk be mindenhova, és akkor még nem szóltunk a főküldetések csapásvonaláról minket gyakran elcsábító mellékes missziókról. A kipróbálható verzióban összesen 3 ilyennel találkoztunk, de azok egytől egyig jól kidolgozott mini történetek voltak, egyáltalán nem tűnt időpazarlásnak a végükre járnunk, sőt a veterán színész legendát kimenekíteni a mészárszékké változott privát partiáról kifejezetten emlékezetes epizódja volt a próbaváltozatnak. Reméljük, a játék végig képes lesz majd tartani ezt a színvonalat a mellékküldetések terén. Ha már a felfedezésről esett szó, jegyezzük meg, hogy a Dead Island 2 a demo alapján nem a klasszikus értelemben vett open world játék, ugyanis a térkép hatalmas zónákra oszlik, nem járható be tetszés szerint egybefüggően, pláne nem az első órákban. Kezdésnek Beverly Hillsben garázdálkodhatunk, majd pár küldetést, illetve egy töltőképernyőt követően Bel Air negyedébe is átjutottunk, hogy aztán további bejárható területek, például Venice Beach nyíljanak meg a történetben előre haladva. Minden bizonnyal a napszakok sem dinamikusan változnak, ugyanis csak egyetlen alkalommal akcióztunk az éjleple alatt, mikor egy küldetés végén vissza kellett jutnunk a bázisra. Ezt annyira egyébként nem bántuk, mert a vibrálóan élénk színekkel megfestett, szikrázó napsütésben fürdő tájon aprítani elképesztően hangulatos tevékenység, a szállodák sötét gyomra, a félhomályos folyosók és vaksötét pincék zseblámpákkal való bejárása pedig így is kellő változatosságot csempészett a dologba. Ezzel pedig el is érkeztünk a Dead Island 2 legfontosabb és legszórakoztatóbb eleméhez, a harchoz. Bár nagyon-nagyon ritkán lőfegyverhez is hozzájuthatunk, repertoárunk legizgalmasabb részét a közel harci eszközök jelentik, amikből számolatlan akad a pályán. Nem is csoda, hiszen az egyszerű partvistól és a faléctől kezdve a gerebjén és a golfütőn át egészen a csavarkulcsig és rozsomák fém karmáig bármit bevethetünk, hogy megtizedeljük a ránk támadó rothadó ellenfeleket. Ezeknek természetesen külön statisztikáik vannak, az egyik gyorsabb, a másik kevésbé rongálódik, a harmadik alkalmas egyetlen zsuhintással több ellenfelet félre söpörni, de akad olyan is, mely kifejezetten a zombik végtagjainak a precíz leszeletelésére alkalmas. Ezeket a gyilok eszközöket ráadásul folyamatosan javíthatjuk és fejleszthetjük a begyűjtött nyersanyagokkal, sőt olyan extra modokkal láthatjuk el őket, mint a lángoló penge vagy az áramütés, amik tovább növelik a pusztító erejüket. Emellett még további perkeket is aggathatunk rájuk, amik szépen befolyásolják a hatékonyságukat, igaz, ezek már bizonyos negatív hatással is lehetnek, például rontanak a tartósságon, így azért nem árt megfontolni, használjuk-e őket. Egyébként minél ritkább előfordulású egy fegyver, annál több perket rakhatunk rá, de akár szét is szerelhetjük, hogy másik eszközöket fejleszünk a darabjaiból. A fegyverekkel egyébként nem csak kaszabolhatunk, hanem akár hozzá is vághatjuk az ellenfelekhez, igaz, erre külön kategóriájú eszközöket is kapunk, például gránátokat és dobócsillagokat, amiket nem szégyen használni. A pályákon felszedhető fegyvertervrajzokkal és a további installálható részekkel együtt azt kell, hogy mondjuk, a Dead Island 2 minden igényünket kielégíti a testre szabható változatos arzenál terén. Na de mindez mit sem érne, ha maga a harc nem lenne szórakoztató, szerencsére azonban ezen a téren sem lesz gondunk. Első pillantásra nagyon emlékeztetnek az összecsapások az eredeti Dead Island harcaihoz, érzetre viszont sokat fejlődött a rendszer, így az már egyáltalán nem tűnik súlytalan hadonászásnak. Ennek több letéteményese is van, az egyik a Dembuster által megalkotott flash rendszer, ami lehetővé teszi, hogy a szószoros értelmében feltrancsírozzuk a zombikat. A fizikai behatásokat ugyanis pontosan szimulálja a flash, vagyis élethűen reped a bőr, szakad a hús és roppan a csont. Ez nem csak látványos és gyomorforgató, de a játékmenetre is kihatással van, mivel a lábaitól megszabadított hulla már közel sem támad minket olyan elánnal, nagyobb tömegnél pedig bevett taktika lehet így kordában tartani az ellenfeleket. Emellett most már lehetőségünk van blokkolni vagy kitérni a zombik támadása elől, ami amellett, hogy akár még az életerőnket és az állóképességünket is visszatöltheti egy kicsit, lehetőséget ad az ellenfelek kegyetlen kivégzésére, ha időben reagálunk a megfelelő gomb lenyomásával. A belassított felvételen élvezhető brutalitás mellett pedig még szusszanhatunk is egyet, hogy aztán ismét teljes erővel vessük bele magunkat a csatába. Hogy mindez még változatosabb legyen, a Dumbuster lecserélte a szokásos RPG skill tree-t egy kártyákból összeállítható képességpaklira. Ezek a lapok több kategóriába sorolódnak, de közös lényegük, hogy extra harci képességekkel vértezik fel hősünket, például nagyobb állóképességgel, vagy bizonyos akciók utáni életnövekedéssel, de az egyik nagy kedvencünk az volt, amit aktiválva páros lábbal szállhattunk bele az ellenfelek mellkasába, akik aztán hatalmas ívben repültek szerteszét. Bár a kártyákból, amiket a pályán elszórva küldetéseket teljesítve és szintet
lépve lehet beszerezni, keveset láttunk, nagyon bízunk benne, hogy vagány, a játékmenetet is nagy mértékben befolyásoló buildeket lehet belőlük kihozni. A paklis megoldás egyébként pofon egyszerű, és lényegében szabadon keverhetjük a lapokat, hogy a lehető leghatékonyabb gyilkost hozzuk össze magunknak. És itt még nem ér véget a dolog, ugyanis a Dead Island 2-ben hatalmas jelentősége van a környezeti elemek kihasználásának. Egy csapat zombi egy gázpalack mellett dülöngél? Küldj bele egy baltát távolról, a robbanás elintézi a piszkos melót. De ugyanígy használhatjuk az elektromosságot is, mondjuk azt belevezetve egy hullákkal teli medencében nekünk már csak a görcsös breaktáncot járó zombik látványával kell foglalkoznunk. A tűz ugyancsak a jó barátunk, ha pedig a lángoktól nem férnénk hozzá valami csábító loothoz, csak szerezzünk egy vizes kannát, hogy a tüzet eloltva szabaddá tegyük az utat. Ráadásul vannak olyan szituációk, amikor muszáj bevetnünk ilyen trükköt, ugyanis a zombik nem egy kaptafára készültek. Az egyik hatalmasokat ugrik, így folyamatosan mozgásban kell maradnunk, és kitéréssel érvényesülhetünk csak, a másik lángol, így ildomos messziről végezni vele, vagy egy olajos hordóval megkínálni, de akad olyan is, amelyik áramos kisüléseket termel, így nem árt kerülni a vizes részeket, ha nem akarunk ropogósra sülni. Csak az első pár órában fél tucat ellenfél típussal találkoztunk, melyek mind-mind más megközelítést igényelnek, ezek alapján pedig nem kell aggódnunk azon, hogy egyhamar monotonná válna az élőholtak gyepálása. Már csak azért sem, mert kihívás bőven akad a játékban, ha nagyon fölényesen megyünk bele a csatákba, akár egy mezei zombi is végez velünk pár csapással, az izom kolosszus crusherekről már nem is beszélve. Miután belejöttünk a módosított harcrendszerbe, már nagy magabiztossággal jártuk a haláltáncunkat látványos kivégzésekkel és kitérésekkel tarkítva, csapdákat állítva, hol pedig egyszerűen csak taktikusan kikerülve az ellenfeleket. Ami a technikai részét illeti a dolognak, teljesen jól futott a játék PC-n. Mivel nem a végleges verzióról volt szó, így természetesen még akadtak kisebb problémák, például párszor kidobott minket a játék az asztalra, akadt pár grafikai glitch és játékmenet bug, de ezek tényleg csak apróságok voltak, bőven orvosolhatók a megjelenésig. Ezeket leszámítva a legmagasabb beállításon nagyon szépen futott a játék stabil 60 FPS-sel, a demóban ennyi volt a korlát, a grafika kifejezetten tetszetős, az irányítás pedig kellemes volt a csatlakoztatott Xbox kontrollerrel. Bár nagyon óvatosan állunk hozzá Dead Island 2-höz, megleptek minket a Dumbuster fejlesztői ezzel a bemutatóval, ami egy jól összerakott, változatos és igen szórakoztató játékképét sejteti. Részünkről alig várjuk, hogy 2023. április 21-én újra nekiinduljunk Hellé felfedezésének és a zombi hordák megfékezésének.